Na sziasztok, itt Mitty Ice Cream, és ma szeretném bemutatni nektek a Ghost Recon Wildlands bétát. Na most a játékkal voltak gondjaim. Raktam föl már egy videót róla, egy olyat, amiben hogy nem pofázok alatta. Nézzétek meg ott a beállításaimat. Igazából arról lenne szó, itt valójában, hogy a maga a játék nekem marhára tetszik, és nagyon vártam. Viszont valamiért, tehát egyszerűen, oké, tudom, hogy beta, oké, tudom, hogy open world, meg minden lófasz, de most gyakorlatilag látjátok jobb oldalon fönn a sarokba az FPS, meg bal oldalon, hogy mennyire használja ki a processzort, illetve a videókártyát, és hogy mennyire amúgy zabál. Na most ez nagyon jó, itt a játék gyakorlatilag low és medium között van, 2560x1080-ba. Amivel nem lenne baj, ha meg lenne legalább a 60 FPS-em minimumon, de nincs. Olyan szinten nincs, olyan stutteringet levág, hogy leszakad a végbelem, és ez most nem vicc. Tehát maga a játék nem lenne rossz, de egyszerűen annyira optimalizálatlan, szarfos, trágya hányadék, hogy valami eszméletlen. Ja, a textúráknak a betöltéséről nem is beszélve. Ez mi? Te, szállj ki abból az autóból. Mindjárt megmutatom, miről beszélek. Ja, megmutatom, tehát itt van. Rányom, hogy options. Rányomtam, hogy options. Most lépett be. Nincs belassulva. Grafó. Annyi, hogy a látótávolságot raktam médiumra, a textúra quality-t nyilván high-ra fogom rakni, mert nem akarok csömörködni. Tehát az összes többi low, medium és off. Tehát ennyi. Annyi, hogy az astrophysic filtering van bekapcsolva 16-szorosra, ami kell, meg az ambient occlusion. De tudjátok, mit kikapcsolom a picsába, megnézem, hogy úgy milyen. Igen, ugyanúgy dadog, meg azt se tudja, merre van arca. Na jó, akkor mondjuk, menjünk el ide. Ja, rányomtam megint, és megint azt se tudja, hol van. Rányomok mondjuk erre, leszünk complete mission. Tehát, oké, most betöltött. Ó. Oh. Fantasztikus. És akkor most oda kell mennünk. Tehát kijelöltem azt ott, itt ugye a jobb felső sarokba, és beadta azt, hogy ide kell mennünk. Tök jó. Na, akkor oda megyünk. De akkor viszont helikopterre megyünk. Ja igen, a játék, arról tudni kell, hogy open world. Mert ez nem volt, gondolom nem volt egy nagy üzé. Tehát gondolom tudtátok. Lényeg az, hogy minden helikoptert azért kontrollerre nyom. Tehát a játék open world, ami tényleg kurva jó, mert minden, csak egyszerűen annyira, tehát nincs optimizálva, de ami rettenetesen nem. És most én úgy ültem ide le, mint mondjuk a Forerunner bétájához, hogy ja, jó van, akkor Ubisoft, hát nyilván, hát akkor miben lenne más? Teljesen más, tök más. Ég és föld a különbség. Rengeteg járművet tudsz használni, meg ilyeneket. Helikoptertől kezdve a jeepig, a tankig, a quad, a cross motor, a tököm tudja, mindenféle szart, a buggy-t is lehet használni, meg innen. Na most, maga a játék nagyon szép egyébként, tényleg, tehát most jó. Tehát amit bemutattak most nekünk itt bétában, és ki lehet próbálni, az nem a végleges verzió. Már olyan szinten, hogy nem tudom, mikori buildet használnak, tehát... De ez egyszerűen, mert én megmondom, skacok, őszintén nem rakhattam fel videót, én játszottam a zárt alfával. A zárt alfával. És nem nézett ki rosszul már akkor se a játék, csak hogy megmondom őszintén, hogy sokban, így FPS szempontjából, gyakorlatilag szinte megegyezően ugyanígy futott a zárt alfa. Még a textúrák is ugyanúgy eltűntek, meg ugyanúgy azért gondolkodott a gép, és ugyanúgy nem töltött vissza időben, mint ahogy kellett volna. Szóval nekem ez nagyon fura. Olyan, mintha az zárt alfa után kb. 3 vagy 4 nappal lévő verziót adták volna ki most. Úgyhogy az zárt alfát körülbelül 2 hónapja játszottam. Ja, nem, ugye nem rakhattam fel róla a videót, mert ugye az nem minősítette a végleges verziót. Ez minősíti? De most komolyan. Én nagyon várom ezt a játékot, de nem fogom megvenni addig, ameddig... Mert
őszintés, kacok. Tehát van ez a játék. Egy kibaszott nagy huge open world. Ezt nézzétek meg. Ez, amit most a bétába be tudunk járni. Látjátok? Itt be van karikázva. Azon kimész, akkor kiírja, hogy fuck you, nem játszhatsz tovább, és visszadob a pályára. És nézzétek meg. Ez mi volt ez? Az meg, várjál. Ezt nézzétek? Itt. Azt nézek? Ez mind. Így. Ekkora map bejárható a végleges játékba, verzióba. Ami nem kicsi, ugye? Ami nem kicsi. Na most, ha így lesz optimalizálva, mint ez, akkor kurva nagy gáz lesz. Az akkor kurva gáz. Mert ugye a játék azért csábít, nem? Nagy open world, mehetsz össze-vissza jobbra-balra, merre akarsz, tök fasza, haverokkal, négyen, ötten tudtok nyomni kooperatív, mekkora királyság, meghívod a kis Pistit, te hallod, nem jössz izé Ghost Reconozni, de bazzik, jövök, én is fönn vagyok, jó van, fasz, akkor nyomjuk, és akkor leültök bazzik délbe, és mint a izé, mint a World of Warcraft, tehát ilyen izé, ilyen időgép, leülsz délbe, és azt részt, hogy este 10 van, és még mindig játszol, és nem fáradtál, és nem se agyilag, se hogyan, mert egyszerűen kurvára izé élvezet. Ez ugyanaz. És tök jó, és ezt várná az ember, nem? Főleg egy ilyen kinézettel, meg egy tényleg egy normális géppel mellette, az az ember itt csettint egyet, hogy ez igen, ennek így kell menni, ez így néz ki, kurva jó. De nem. Kiadják bazeg úgy, ezt nézd meg. Így akad bazd meg, olyan stutteringol, mint az állat, és nem tudok vele mit kezdeni. Mondom, full lóvom van. De várjál. Leveszem full lóra. Kíváncsi vagyok, hogy felugrik az FPS. Nem, most komolyan. Tessék. Full lóv. Gyönyörű szép. Igen. Ennél lóvobra bazd meg nem tudom venni. Hát, ha játszható lesz. Bazd meg nem tudom. Na. 60 FPS. Full lóvon. Nagyon jó. Egy GTX 970-es videókártyájú gépen. Komoly. Azt néha még így is beáll, izé. Ja, és persze, ja, és felejtsétek el. Tehát megvan az izé, az FPS, de ugyanis stutteringol. Hát tök jó. Tök jó, bazdmeg. Várjál, dobuk fel egy trónt, amivel nagyobb a rohadjál már ketté. Belátható terület. Ezt nézzétek meg. Igen. Egyébként jó, mert lehet taktikázni benne, meg minden lófasz. Tehát így oda küldöd a drónt, ahova akarod, tehát tök fasza. Most nem ezzel van a baj. Érted? Várjál, ezzel ereszkedik, igen. Igen, meg a karakter tudod szerkeszteni, meg ilyen fasság, tehát a... De tessék! 50 FPS, öcsém. 50, és nincs ott semmi. Vágod? Most is. Ezt figyeld. Na most állt vissza. De itt is leesik az FPS. Tehát ilyet, megőrülök. Igen. Ez tök jó. Tehát ehhez megint úgy rakták össze, hogy ehhez, hogy legalább high-on, nem very high-on. High-on. Hogy tudja játszani. Azt most... Hát ezt beszoptuk? Akkor ez volt a sztori? Nem kellett volna nézni? Ahhoz, hogy high-on tudja játszani 60 FPS-sel konstans, megint kell, hogy ez 1080-as kártya. Mint a Dishonored-nél. Ez nagyon jó igazából, ez tök jó. Mert egyszerűen már hardware gyártók is azt csinálják, bazdmeg, hogy igen. Így néz ki a játék, akkor csináljuk úgy meg, bazdmeg, hogy az én ez 1070-esen... vagy ez 1060-as kártyán, ami így is 100 000 fölött van, az akkor akadjon a játék, mint a fos, de majd az 1070 és az 1080-on meg majd izé, fusson gyönyörűen. Most az ott miért van kiemelve pirossal, hogyha nem robban, vagy most az mire van? Bazeg, ezt figyeljétek, 50 FPS. Felrakom, én megmutatom izén, hogy néz ki ultrán, megmutatom. Megmutatom azt is, hogyan megy. Abszolút játszható, figyeld. Very high big tits. Na itt van, minden csutkán, on. F. Igen. Jó, állítsd, de hát lesz benne vagy 20 FPS-em körülbelül, és az is akadva. Igen. Na,
28 FPS, a játék nagyon jól néz ki, csak éppen abszolút nem játszható. Tök jó. Az emberem meg nagyon okos, mert Google a izének a közepén, a tér közepén, onnan ez a fasz meg izé. Csingalalalalala. Úgy. De nem, hát itt van, tehát most át van állítva. Most az mi? Oda dobott egy izé gránátot. Ja igen. Na, jó, oké. Tehát akkor ez így néz ki. Very high-on. Jó, nem, most csak úgy próbálgatom, hogy... Rákattintott. Ja, most gyorsan betöltött. Ez király. Na, így megy high-on. Tehát GTX 980M videókártyával játszom, ami nagyjából egy asztali GTX 970-nek az erejét tudja. Nagyjából. Nagyjából. Eddig semmiféle problémám nem volt a játék a kártyával. Tessék, high-on. High-on alig van meg a 30 FPS. És az is, ó, atya úristen, most van mondjuk, no. Néha úgy elkezd stutteringolni, hogy meghalsz, hogy beszarsz. Na most a probléma ezzel az, hogy itt most megint ott tartunk, hogy van egy ilyen géped mondjuk, ugye? Te kitalálod, hogy mi lenne, hogyha vennék egy ilyen gépet, és akkor tök jó lehet játszani. Mivel? Mármint attól függ, mivel? Mert megveszed mondjuk, mit tudom én, x100 000 forintért ezt a laptopot, és így megy rajta egy játék, mert egyszerűen nem bírják optimalizálni, ugye? Vagy veszel 100 000 forintért egy PlayStation Pro-t, és ugyanúgy 30 FPS-re játszol a kurva játékkal. Tehát akkor most... És akkor abban biztos megcsinálják azt, hogy ne akadjon az a fos tartály. Tehát... Jó, mindegy, nézzünk egy másik missziót, mert itt most annyi a faszán megcsináltuk, hogy nem. Mondjuk. Hol van? Na, fast travelözünk ide. Igen, tehát a játék maga nekem, tehát maga az alapkoncepció, ez az ilyen Far Cry-s beütés, csak mégis Bolíviába odamész, ahol akarsz. És tényleg így a karaktereket lehet tehát karakteret szintet lép, ha jól tudom. Kapizét, le vannak ilyen talentpontok majd, amiket el tudsz osztani, és akkor úgy tudod fejleszteni a karakteredet. Akkor kapsz fegyvereket, kiegészítőt, a karakteredet az elején a játéknak testre tudod szabni, hogy milyen legyen az arcszőrzet, a bajusz, akkor a sebb hely legyen az arcán, milyen legyen az arca. Milyen ruházata legyen, ilyenek. Ezek jó pofa dolgok, ez nekem nagyon bejön egyébként, hogy tényleg így egyedivé tudott tenni, viszont egyszerűen ott van a másik véglet, hogy gyakorlatilag tessék, nézzétek meg, 25-26 FPS, meg sem mozdítom a kamerát, és high-on van. Jó, lehet közre játszik persze, hogy nincs ki még Nvidia driver, de most az mennyit dob rajta? 5 FPS-t? Esetleg annyi, hogy talán 30-al lehessen vele játszani konstans. Nagyon jó. Tehát nekem ez annyira... Hát ez nekem kurvára furcsa. Na mindegy. Visszaveszem vizéra. Most is már rákattintottam egy éve, igen. Grafó. Medium. Nem. Love. És nyomunk be egy anti-analyze, mert azt rüellem, hogyha a képernyő olyan, amilyen. Álltunk egy... Igen, egy ilyet. Textúrát beállítjuk mondjuk. Igen, high-ra. Shadow-ot azért bekapcsoljuk, mert azért árnyék nélkül eléggé búzisan néz ki. Aztán... Ja, megállítunk egy izét. Egy motion blur-t. Jó. Na. Így most már van 40 FPS, ami ugyanúgy akad, meg stutteringol, mint az állat, tehát... Mondjuk, menjünk ide. Unknown location. De miért oda...
Jó, akkor megyünk arra, hát szarok rá. De, de ezt nézzétek meg. Genya, de megőrülök. Oké, viszont tök jó, mert ki be lehet kapcsolni a lámpát. Na most tök jó, hogyha így föl van kapcsolva a lámpa, kevesebbet látni, mint hogyha le van. De nézzétek, ez most komoly. Nézzen. Tehát így mennyit látsz, így mindent látsz. Ha bekapcsolod a lámpát, akkor meg a háttér, meg a körülötted, minden befeketedik. Kikapcsolom, és és fényesebb lesz minden. Annyi, hogy ezek a köcsög itt hátul világítanak. Nagyon jó. Húzzál már innen. Tehát mondom, tehát én nagyon várom ezt a játékot, nekem nagyon tetszik tényleg, és ez csak személyes vélemény tényleg. De mondjuk az egyik ismerősöm például 1060-as kártyával kiírta a játék, hogy te hallod, a videokártyád nem támogatja a DirectX 11-et. A DirectX 11-et egy 1060-as kártya. És kiírta így hiba üzenetnek. Szerinted? De az is normális dolog. Jó, mondjuk én beszartam a rövégéstől rajta, de... De akkor is, tehát ez nem így működik. És nem tudom tényleg mikori build ez, de majd tessék, most töltött be a textúra, itt előttem. Értem, hogy béta, mikor, de egy hónap múlva jön ki a játék. Egy hónap múlva, most összehasonlítva, és most nem azért, nem volt rossz a Forerunner egyébként, de nekem annyira, tehát azon is azért van még mit javítani bőven. De egy Forerunner béta összehasonlítva ezzel mérföld a különbség. Tehát egyszer akkora különbség van, hogy le nem lehet írni. Jó, visszahívtam. Úgyhogy nem tudom, remélem, hogy változtatnak ezen, de ez most megint úgy lesz kiadva, és most, ezt most látom egyébként, hogy kiadják a játékot, majd kijön hozzá, hogy 46 darab patch, és akkor így amiből mondjuk 40 a performance fogja csiszolni, mert egyszer annyira... Tehát annyira... De nem is értem. Akkor inkább tényleg, tehát tényleg az, ne adják ki. Jó, értem, kiadják, abból is jön be a pénz, aztán majd a paraszt úgy is megveszi. Én ezt megértem. Sőt. De bazd meg. De akkor rakják össze úgy, mondjuk egy, tényleg egy, mit tudom én, egy középszintű... Te, most ez, mi a faszom van itt? Tehát egy középszintű fos videókártyán, vagy gépen nem megy el, vagy ezt csinálja, akkor azt mondom, rendben van, érted? De most van egy géped, nem összerak... Ó, éjjellátó. Úgy, hogy az emberen nincs is éjjellátó. Sprintelszel, 2003. Megnyomtad az éjjellátót, bazd meg, és faszi lecsukta bizéni csukni. Vagy rá tudta magára rakni az éjjellátót. De visszanyomtad, akkor vissza. 2017. A játék egy viszonylag erős gépen akad, mint a fos, és az éjjellátónak az animációja, felejtsd el, nincs semmi. Jó, mindegy. Én nem lehúzkodom a játékot, mert én nagyon vártam egyébként. Hello! Tehát én nem le akarom húzkodni a játékot, én ezt nagyon vártam. És én ezt nagyon... Tetszik most is. Csak egyszerűen... Ez nem így működik. Ez mi? Ó, itt lehet tuningolni, vagy skillelni, hogy upgrade-elni tudod a karaktert. Tudsz olyat, hogy supply rates provide large amount of supplies, tehát hogy ilyen nagy erősítést tudnak neked küldeni, lőszert, meg faszom tudja mit. Illetve rebel support. Vannak a rebel, ugye a lázadó ops, mint üzék. Ez észrevett innen bal oldalon. Még ez is jó, hogy belém ereszt egy tárat, azt még élek. Mondjuk jó, nem baj. Csak... De ilyenkor hol vannak a többiek egyébként? Nagyon jó, én itt hackkelek egy izéval, egy darab sima egyszerű Sony Ericsson Xperia-val bazzik, de... És most hol van a... Ott. Igen, csak átmennék. Jó. És éjjel látóval majdnem ugyanannyit látni, bazzik, mint izé, anélkül. Na jó, oké. Üljünk be ebbe a izéba, ebbe az... Olá, az... Olá, amigo. Na itt van. Lekapcsolom a lámpát, mert úgy többet látni. Várjál? Á, fasz tudja, mindjárt kipróbáljuk így.
Ugyanannyit látni, bazd meg. Na mindegy, szóval én nagyon kíváncsi leszek tényleg a végkifejletre, bazd meg, mert ez nekem... Nem az, hogy sántít, csak egyszerűen, most hogyha a játék ilyen állapotban van, hát akkor az kurva gáz, ha így adják ki. Ha viszont nem, remélem, hogy nem, akkor viszont miért ezt a buildet mutatják a izéknak, a játékosoknak, hogy jó van, paraszt, akkor próbáld ki. Hát akkor nem azt a buildet fogom bemutatni, ami, ahol elvileg jár a játéknak a fejlesztése? Hogy tényleg lássák azt, hogy jó van, akkor figyelj ide, ülj le, és akkor próbáld ki mondjuk egy, mit tudom én, nem is az, egy 970-es kártyán, vagy 960-ason, érted? Közép kártyán. Elmegy paraszt? Jó, rendben, mert ugyanezt fogod látni a végleges verzióba. És ennyire egyszerű, de nem? Hát az 1080-as takasztja, bazd meg, majd figyeld meg. Most itt, ez mi miatt gurult itt ki? Na jó, mindegy. De, hogyha én ezt... Ki vett észre? Most ez ki vett észre? Nem is komolyan. De azt ugye vágod, hogy kilőttem a fényt. Itt attól még itt maradt a fénynek a körvonala. Most ne basszatok föl. Azt nézd meg, ott is figyeld, van egy ilyen kör, ahol fény volt, ugye? Kilövöm. És most meg ott marad a izéja. A bevilágított rész. Most ez komoly. Nem baj, kapcsolok egy éjjel látod? Hát ezt sem tudom, miért dobtam el. Jó, tök mindegy. Úgy se hallotta senki. Ez mi? Ó, értem. Na akkor reloading! Oké. Okay. Szóval nekem ez fura. Tehát izéte ki sem mertem még próbálni a matchmakinget, mert azt mondom, attól meg aztán izé agyvérzést fogok kapni. Mert ha belebaszol az embernek a nyakába egy fecskendőt, utána azonnal fel kell és jobban van. Luchemos! La gente está muy loca. Dos hombres y media. Garganta profunda. De hát bazeg akkor is, tehát... Most az hova a faszomba futod? Igen, és akkor itt van a skill menübe, itt lehet az embert, a drónt, az itemet, a fizikai izékat, stamina, hogy tovább tudjál futni, igen. Tudom, ne érezzél fájdalmat, amikor tudom, szájba lőnek a rakétavetővel, meg akkor itt van, hogy csendes futás, detection, squadot is tudod tuningolni, hogy amikor belevasszod a nyakába a fecskendőt, és az a pont kinyírnád a picsába, hogy a helyet inkább csak gyorsan fel tudod kelteni, illetve van ez a rebel support, amivel be tudod izélni a környéket, ott látjátok lenni, és akkor le tudjátok bombázni a francba az egészet. Illetve fegyverni, hogy mennyire legyen stabil, mennyire rúgjon vissza, rakétavető, ammót, ugye, hogy izé, az szép egy robbanás volt, az igényesen meg volt csinálva. Ja igen, suppressor, tehát ilyen hangtompítót akár, mesterlövész puskára, meg izé gépágyúra rá tudtok rakni. Szóval jó, egyébként nem rossz, tehát tényleg itt van a loadout, tudod, itt van G-vel tudom izélni az egész embert változtatni. Hát igen, ez egy jóképű csimpánznak néz ki most jelenleg. Egy nagyon-nagyon jóképű csimpánznak.
Itt van igazából, várjál, tank top, tehát itt van, tehát mindenféle izé itt van, tessék, tehát. Tudok úgy kinézni, ó, hát ez igen, tehát ez ilyenek kellenek bele, tehát az, hogy a játék mondjuk játszható legyen, az nem érdekes. De vannak benne ilyenek, ez tök jó, hát ez tök jó. Érted? Megyek az országút közepén egy ilyenbe, valaki meg elmegy mellettem, hogy ez egy sikerélményem legyen, hogy ő nem vett észre. Bem a fasz, nem. Szóval, ja. Hát, marra kíváncsi leszek tényleg a végleges verzióra, nézni fogok róla mindenképpen teszteket, meg videókat, hogy tényleg milyen lett, mert ez is, tehát ez ki az a barom, de most komolyan, aki ilyet fölvesz az ős erdőbe, az egy kommandózásnál. Koson a foson, érted, hogy nehogy elkapjanak, és bemész egy ilyen izébe, ilyen tenyészpásztor izé ruhába, az meg izébe, az erdő közepére. De most komolyan? Öcsém, beszarok. A csillámfaszláma van az izén, a pólón, az kell. Na jó, mindegy. Tehát igazából, tehát tényleg azért mondom, hogy nem rossz, tényleg, de egyszerűen ez még nem, tehát ennek nem így kéne kinézni a gyerekek. Tehát ez a gáz van. Ez egy több szempontból is sánt itt a játék, és én ezt nagyon sajnálom, mert tényleg nekem ez nagyon tetszett, és ez nagyon már, nagyon, nem tudom, ez most csalódás. Na, ez most csalódás nekem, nagyon. Úgyhogy igazából, ja. Hát igazából köszönöm szépen, hogy benéztetek, én ennyit akartam. Hogyha tetszett nektek ez a videó, nyomjatok egy lájkot. Ha nem tetszett, nyugodtan diszlájkoljátok. Ha nem iratkoztatok fel még a csatornámra, akkor tegyétek meg. És lassan jövök a Ghost Recon... Ghost Recon? Sniper Ghost Warrior 3-nak a bétájával. Elvileg. Úgyhogy, ja. Na hát, jók lehetek. Sziasztok!